Narda 460 lakosú település közel az osztrák határhoz. Az itt élők közel fele horvát nemzetiségűnek vallotta magát a 2011-es népszámláláskor. Számukra a nyelv és a katolikus hitük megőrzése mindig fontos volt, még a kommunizmus idején is. De egy kicsit be voltunk még zárva, és itt a horvátok és a németek egymás között meg tudtak úgy maradni, hogy megőrizték azt, amiük van, és jó volt összejönni horvátként, jó volt összejönni katolikusként, és ezek az értékek talán tovább hagyományozottak, és egy kicsit kiebb tolódik talán az az időszak, amikor azt kell, hogy mondjuk, hogy elveszett a nyelv, vagy elveszett a vallás. A Szombathelyi Egyházmegyében nagyobb létszámú horvát nemzetiségi közösség él a megyeszékhelyen, valamint a környező településeken. Szlovének Szentgotthárdon és a Rába vidéken, németek Kőszegen és a környező falvakban. Második alkalommal szerveztek találkozót számukra, ezúttal Nardán. Rendkívüli jelentőségű, hiszen egyrészt a nemzetiségeket hozza össze, az egyházmegye területén élő nemzetiségek találkozhatnak, ugye már önmagában az, hogy egyházi szertartás három nyelven zajlik, ez egy elismerése annak, hogy Magyarországon élnek a magyarokon kívül más nemzetiséghez tartozók is, gyakorolhatják az egyházi liturgia különböző nyelveken elhangzó szövegrészeit, az énekeiket, meghallják egymás ilyen típusú kincseit. Többnyelvű istentisztelettel kezdődött a program. Szent beszédében a megyés püspök arra bátorította a megjelenteket, hogy akárcsak őseik ragaszkodjanak az anyanyelvükhöz és a hitükhöz. Isten terve nem a nemzetek összekeverése, nem az identitások eltüntetése. Isten terve az, amit pünköstkor látunk, amikor a sok-sok nyelvű emberiség a saját nyelvén hallja az Isten igéjét, a sok nyelvből egy szeretetben, tiszteletben együttélő emberi család lesz. A Szent Misét körmenet követte, a találkozót a nemzetiségek kulturális műsora zárta.